Ünnepi állománygyűlésre, díjátadókra és elsőtiszti kinevezésekre is sor került az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon a közelmúltban. A megyei igazgatóság több kollégája is részt vett a központi rendezvényeken. A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, Gerebenics Károlyt hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként ezredessé léptették elő. Augusztus 18-án a Belügyminisztérium épületében készültek ezek a fotók, ahol a katasztrófavédelem 35 munkatársa részesült elismerésben. Köztük Gerebenics Károly, aki a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjeként számos dologért felel. A tűzoltóknak minden évben munkát ad, hogy megelőzzék vagy rosszabb esetben megfékezzék a szabadtéri tüzeket. Sokan ugyanis nem tudják, vagy csak egyszerűen nem akarnak tudomást venni róla, hogy tilos a kerti zöld hulladék égetés. Nem nehéz kitalálni miért, amellett, hogy büdös a levegőt is szennyezi, ezáltal pedig az egészségünket veszélyezteti. A légszennyező anyagok közül a szállópor tekinthető egészségügyi szempontból a legveszélyesebbnek. Becslések szerint évente 8-10 ezer ember korai halálához járul hozzá a nem megfelelő levegőminőség Magyarországon. Ma sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a kertben meggyújtott zöld hulladék közvetlen tűzveszéllyel is fenyeget. Évről évre számos esethez vonulnak az egyenruhások, ebből kifolyólag. Köszöntöm a stúdióban Gerebenics Károly, frissen előléptetett tűzoltó ezredest. Jó estét kívánok és szívből gratulálok. Jó estét kívánok, köszönöm szépen. Megkérném, hogy egy pár mondatban az eddigi életpályájáról meséljen egy kicsit. Hogyan került egyáltalán a katasztrófavédelem közelébe? Úgy tudom, hogy volt egy előélete. Igen. Én a pályámat, hivatásos pályámat a Honvédségnél kezdtem. 1991-től a Magyar Honvédség tisztje voltam. Több beosztást töltöttem be. Annak idején még Szombathelyen kezdtem az akkori Szavária gépecsétett lövészdandárnál, majd pedig Nyírtelekre, azután pedig Nyíregyházára kerültem. Utolsó katonai beosztásom pedig Nyíregyházán. Az utolsó katonai laktanya, Botya János laktanya parancsnoka volt. Mikor a laktanyának a megszüntetéséről döntött az akkori vezérkar, ezt a felszámolást, illetve megszüntetést végrehajtottuk, és én kerestem a helyemet, hogy tulajdonképpen itt a lakókörzetem környezetében, vagy közelében hol tudnám ezt a hivatásos szolgálatot folytatni, hiszen a Magyar Honvédség ugye Budapesten tervezett nekem beosztást kínálni, én már nem szerettem volna elhagyni a lakóhelyemet, ezért a katasztrófavédelem jött számításba. Katasztrófavédelem belül az akkori polgári védelmi kirendeltség beosztás nem volt betöltve, és hát ez nagyon szorosan kapcsolódott az akkori honvédséghez. Honvédelem rendszerében megvalósuló feladatként jelölte az akkori törvény is a polgári védelmet. Ezért kértem az áthelyezésemet, és sikeresen sikerült ide ehhez a szervezethez átkerülnöm. És úgy tudom, 2016 óta a Nyíregyházi Kirendeltségnek a Igen, vezetője. Akkor még polgári védelmi kirendeltség vezetőként kezdtem, azóta pedig a polgári védelem és a tűzoltóságoknak a integrálásával, ugye a katasztrófavédelmi szervezet létrejöttével már ezt a feladatot is a katasztrófavédelem végzi, és a katasztrófavédelmi kirendeltségnek 2016-tól vagyok a vezetője. Hány egység tartozik a Nyíregyházi kirendeltséghez? A Nyíregyházi kirendeltséghez közvetlenül ugye maga a kirendeltség, illetve az alárendeltségében működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tartozik, mint szervezeti elem, de ezen túl számos olyan szervezetet felügyel még szakmailag a kirendeltség, mint az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok, ami a területünkön 4 is található, illetve létesítményi tűzoltóságok, önkéntes tűzoltóegyesületek, 16 ilyen önkéntes tűzoltóegyesület működik a 40 településen, ahová az illetékességi területünk szól. Tehát számos olyan szakmai szervezet van, akiknek a tevékenységét még ezen kívül felügyeljük. Mik azok a legfontosabb feladatok, amiket végeznek, és hogyan alakul ezeknek az aránya az elmúlt néhány 5-10 évre visszatekintve? Hát ugye maga a katasztrófavédelem 3 fő szakterület mentén végzi a tevékenységét. Ugye a tűzoltási, tűzvédelmi szakterület, polgári védelmi szakterület, illetve már egy új szakterület alakult az új törvény bevezetésével, az iparbiztonsági feladatok. Ami a leglátványosabb ezek közül természetesen az a tűzoltóság, hiszen nap mint nap ezzel találkozik a
egyszerű ember, úgymond a lakóközösség, a tűzoltóságnak a tűzoltási műszaki mentési feladataival, de ezen túl nagyon hangsúlyos ugyanúgy a polgári védelmi feladatok, ami inkább a katasztrófa helyzetekre történő felkészülésnek a feladatait taglalják, akár a katasztrófák kialakulásának lehetőségének a feltérképezése, településeken azok a veszélyeztető hatások felmérése, ami ugye itt bekövetkezhetnek a helyszíneken, és hát ezekre való reagálásnak a előkészítése, olyan szervezetek megalakítása, akik itt be tudnak avatkozni. Új terület az iparbiztonság, ami nagyon hangsúlyos, azt gondolom, kiemelt hatósági szakterületünk, hiszen mind a veszélyes üzemeknek a felügyelete, az itt lévő több veszélyes üzem itt a területünkön, 25 is található ilyen jellegű üzem, amit felügyelet alatt tartunk, illetve a veszélyes áru szállítás, mint közúton, vasúton, jellemzően itt megtalálható. Ez nagyon fontos feladat, hogy ezt is folyamatosan felügyelet alatt tartsuk. Hát azt gondolom, a beiruti katasztrófa ez most eléggé rávilágított arra, hogy mennyire fontos ennek a felügyelete és a folyamatos ellenőrzés. Hogyan alakulnak a tűzesetek az utóbbi években, illetve az elmúlt évben? Voltak-e súlyosabb tűzesetek a területükön? Tűzesetek száma, azt látjuk a kimutatások, statisztikák alapján, hogy azok a kiemelkedő közérdeklődésre számot tartó tűzesetek, azok folyamatosan csökkennek, viszont a szabadtéri tüzek, ezek a kisebb beavatkozások, ezeknek a száma viszont ugye az éghajlat változása miatt, a száraz, csapadékmentes évszakoknak a bekövetkezése miatt jelentősen nőnek, és ezért összességében a tűzesetek száma egy picit növekszik az elmúlt évekhez képest. Műszaki mentések tekintetében viszont szintén az időjárás az, ami befogásolja ezt a helyzetet. Itt is ezek a viharos időjárási képződmények, amik akár nagy mennyiségű víz, vagy a hirtelen kialakuló viharok, szeles időjárás az, ami rengeteg beavatkozást ad a tűzoltóknak. Hogyan látják a lakosság, mennyire tudatos ebben a tekintetben, mennyire vagyunk elővigyázatosak, vagy nem tanulunk semmiből? Mindenféle módszerre próbáljuk mi a lakosságnak a figyelmét felhívni erre, akár hatósági eszközökkel is. Rendszeresen tartunk olyan bejárásokat, olyan szemléket, ellenőrzéseket, ahol igyekszünk ugye azokat a tűzveszélyes helyeknek a feltérképezésére, ahol már évek óta jellemző ezek a szabadtéri tűzesetek. Felhívjuk a ottani tulajdonosok figyelmét a területeknek a karbantartására, azoknak a megfelelő kezelésére, hogy minél kisebb számban tudjanak kialakulni a tűzesetek. Ennek ellenére ugye még mindig van számos olyan gondozatlan terület, illetve számos olyan gazavar égetés, amit egyébként a jogszabály, vagy az éppen megalakított önkormányzati rendelet nem tesz lehetővé, mégis a lakosság égeti a gazavart. Ebből ugye, ha nem is nagy kiterjedésű, de tüzek kialakulhatnak, viszont olyan is van, hogy ezek a tüzek elmennek a lakosságtól, nem tudják ezeket a tüzeket megfelelő kordába tartani, és akkor kialakulhatnak belőle akár lakóház tüzek is. Ilyenkor milyen szankciókkal jár ez? Lehetőség van a bírságolásra, tehát mint tűzvédelmi hatóság, ugye egy kialakult tűzeset folyamán, hogyha valaki tüzet okoz, és ugye a tűzoltói beavatkozás szükséges, ott akár 20 000 forinttól 3 millió forintig terjedő bírság is kiszabható. Nem célunk a bírságolás természetesen, tehát nem az a legfontosabb a tűzmegelőzés tekintetében, hogy itt bírságokat róljunk ki. Elsősorban inkább figyelmeztetéssel és a lakosság felhívásával próbáljuk ezeket megelőzni, de vannak olyan esetek, amikor a jogszabály is kötelezően előírja a bírságot. De kártérítési kötelezettség keletkezik ilyenkor? Hát az már egy polgári peres ügy, a kártérítési kötelezettség részünkről, mint hatóság, nekünk a tűzvédelmi bírság kiszabására van lehetőségünk. Visszatérve a műszaki mentésekre, mennyire gyakori a közlekedési balesetekből származó műszaki mentés? Azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy a közlekedési baleseti statisztikák azt mutatják, hogy a balesetek száma, ha nem is nagyon, de azért folyamatosan csökken, azok a műszaki mentések, amik közlekedési balesettel kapcsolatosak, tehát azok a balesetek, ami tűzoltói beavatkozást igényel, azoknak a száma nem csökken. Elég sok ilyen eset következik be a térségünkbe, tehát egy évben a kirendeltségünk illetékességi területén 1200-1300
katasztrófavédelmi műveletet hajtanak végre az itt beavatkozó tűzoltók. Műszaki mentés tűzesetnek a felszámolása, ebből olyan 200-300 közé tehető, ami közúti balesetekkel kapcsolatos műszaki mentés. Hogyan áll a nyíregyházi kirendeltség eszközök tekintetében és humán erőforrás tekintetében? Örömmel mondhatom, hogy mind az eszközeink megfelelnek azoknak a műveleteknek a végrehajtására, amire szükség van. Folyamatosan fejlesztés történik. Az elmúlt időszakban is új gépjárműfecskendőt, új vízszállító gépjárművet kaptunk. Most a legutolsó szintén a nyíregyházi hivatásos tűzoltóparancsnokság kapott egy olyan speciális felszereltségű, akár erdőtűzoltásra, akár pedig vízszállításra és vízszállító gépjárműként használható speciális gépjárművet, aminek az átadása most történt meg a nemrégiben. Tehát folyamatos fejlesztések láthatók, mind a gépjárműparkban, mind a védőeszközök vonatkozásában. Személyi állományunk az stabil, nem jelentős a fluktuáció a kirendeltség állományában. Azt látom, hogy ugye családi okok és egyéb miatt azért vannak, akik elhagyják a pályát, viszont az ő pótlásuk megoldott. Ezredes úr, még egyszer gratulálunk az előléptetéséhez, és további jó munkát. Köszönöm minél kevesebb munkát kívánok. Köszönöm szépen.